A Nagykun Református Gimnáziumban gimnáziumi és szakközépiskolai képzés folyik. Kiemelt figyelmet fordítanak az angol nyelv és a természettudományok oktatására. Emelt szintű természettudományi és általános tantervű csoportban tanulnak diákjaik. Köszöntöm nézőnket, Tóth Barnával, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium igazgatójával beszélgetünk a tanévkezdés utáni napokban. Hogyan indult a tanév? Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. A tanév az érdekesen indult. Egyrészt nagyon örülünk neki, hogy normál körülmények között tudjuk kezdeni a tanítást. Nem tudjuk, hogy meddig fog tartani. Mi a legjobb forgatókönyvvel tervezve szeretnénk végigvinni ezt az évet. 275 tanulónk van, közöttük 75 9. évfolyamos új tanuló. Hála Istennek a szakos ellátottságunk az rendben van, tehát minden szakterületet el tudunk látni. Egy új kolléga érkezett, ő Németh Ildikó, matematika szakos tanárnő, és hát nagy izgalommal várjuk, hogy mi vár majd ránk. Azért egy mondattal térjünk már vissza a nyár végére, hiszen a felvételikről nem beszéltünk, hogy hogyan is sikerült a felvételi az érettségizőknek, hova, milyen irányba vették fel őket. Igen, az érettségit is ugye különleges körülmények között tudtuk lebonyolítani, és ugye ez volt az előfeltétele a felvételi vizsgáknak. Hála Isten, nagyon szépen sikerült az érettségi eredményünk is, 3,99%-os átlagot tudtunk produkálni, mind a 73 fő sikeres érettségi vizsgát tett, és ebből következően a felvételi eredményeink is szépek. 93%-a tanult tovább diákjainknak, és ennek a 93%-nak kb. A 70%-a a felsőoktatásba ment, a többiek pedig szakmát tanulnak. Akkor beszéljünk az előbb, egy mondattal érintettük a 9. évfolyamosokat. Mi a népszerű most a 9-eseknél, tehát melyik szakra, tagozatra jelentkeztek a legtöbben? Igen, hagyományosan népszerű volt nálunk az utóbbi években már a természettudományos képzésünk, ez most is így van, hiszen a biológia, kémia és a matematika, fizika tagozatra 17, illetve 18 ember tudtunk felvenni, tehát így van egy 35-ös létszámú természettudományos osztályunk, és ami rendkívül örvendetes, hogy a fölfelé építkező magyar történelem tagozatra is nagyon nagy most már a kereslet, 23 tanulóval tudtuk elkezdeni, ez eddig a legnagyobb létszám a 3 év alatt ezt az évet. Ezért már említette, hogy hagyományos tanévre készülnek, de azért a B variációra is fel kell készülni. A felsőbb évfolyamosok azért már tavaly kialakították azokat a közösségi csoportokat, ahol ezt meg lehet oldani az oktatást. Gondolom, hogy a 9. évfolyamosokkal is elkezdték ennek a megbeszélését. Így van, igen. Itt ketté kell választani a dolgokat. Egyrészt vannak ugye a technikai feltételek és azok a digitális felületek, ahol ezt az oktatást meg lehet valósítani. A másik pedig ennek a tartalma. Mi az előző időszakból kiindulva több mindent szeretnénk is megtartani, tehát maga ez a szerkezet, ez a digitális felület szerkezet, ez rendelkezésre áll már a 9. évfolyamos tanulóink számára is. Viszont, hogy tartalmilag mit tudunk hozzátenni, az nagyon nagyban függ a körülményektől. Egyrészt attól, hogy ez mikor következik be és mennyi ideig tart. Úgy gondolom, hogy egy nagyjából 7 hónapig tartó tanévet be lehetett fejezni nyugodt körülmények között, így 2,5-3 hónap alatt digitális oktatás kereteiben. De sokkal nehezebb feladat lenne, hogyha ez mondjuk huzamosabb ideig tartana, vagy ne adj Isten egy egész tanévet felölelne, tehát az egy teljesen más problémakör és egy teljesen más kategóriájú feladat. Legyünk optimisták, ahogyan is fogalmazott. Beszéljünk egy picit arról, hogy készülnek a versenytervek. Gondolom, hogy a jól bevált és országos szinten is elismert versenyeket szeretnék idén is megrendezni. Így van. Na most itt megint hozzá kell tenni ugye a járványhelyzetből adódó sajátosságokat, tehát itt természetesen mi nagyon sokat versenyeztünk eddig is, és készülünk ezután is. Az országos középiskolai tanulmányi versenyekre, a diákolimpiára és az egyéb versenyekre. Nekünk is van ugye egy saját versenyünk, a dr. Hajdú Moharos József országos földrajzi tanulmányi verseny, és mind résztvevőként, mind szervezőként komoly probléma és felelősség, hogy ezeket az utazásokat, vagy magát a rendezést, azt hogyan tudjuk vállalni. Úgyhogy
itt is optimista vagyok igazából, de azért egy objektív óvatosság kell, hogy legyen az emberben. A sportról egy picit beszéljünk, meg tudják-e tartani, vagy megtartják-e azokat a szakköröket, hiszen itt több csapata van a gimnáziumnak, akik a különböző bajnokságokon szoktak indulni, vagy itt is inkább addig, amíg a szabadtéren ezek megvalósíthatóak? Igen, én úgy gondolom, hogy meg tudjuk tartani, úgy terveztük, hogy meg is tartjuk ezeket az edzéseket. Valóban több csapatunk is van, szeretnénk őket tovább működtetni. Itt ugye megint országos szinten, amikor intézkedéseket hoznak, ők köznevelési intézményekről, iskolákról beszélnek főleg, de nem mindegy, hogy ezek mekkora intézmények. Mi azért olyan túl sokan nem vagyunk, jellemzően egy-egy ilyen csapat nem áll túl sok emberből, tehát ezek igen kicsi közösségek, úgyhogy itt nincs akkora veszélye annak, mint hogyha mondjuk egy több száz vagy egy ezer fő közeli intézményről beszélnénk. Mondjuk, hogy sajnos nem tartunk itt, de azért nem is panaszkodhatunk. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ebből a szempontból nem okoz problémát megtartani ezeket az edzéseket. Már a versenyszervezés az egy nehezebb kérdés. Azt gondolom, hogy erről még nagyon sokat fognak itt testületen belül is beszélni, viszont van két olyan fontos dolog, ami a 9-eseket és a végzősöket érinti, és azért általában a tanév elején szokták megtartani. Az egyik a 9-eseket érintő gólyatábor, és az ehhez kapcsolódó gólyabál, a másik pedig a szalagavató bál. Úgy tudom, hogy a végzősök azért már elkezdték a tánctanulást. Igen, nehéz kérdés mind a kettő. A 9. évfolyamos diákjaink számára meg szeretnénk szervezni mindenféleképpen ezt a bizonyos gólyahetet, a gólyatábortól indulva a gólyabálig. A műsorok készülnek. Én úgy gondolom, most úgy érzem, hogy legrosszabb esetben akár nézők előtt és mondjuk egy videófelvételt mellé téve mindenféleképpen meg tudjuk rendezni a dolgot. A 12. eseknél a szalagavató rendezése azért nehezebb, mert ott több hónap előkészület szükséges, és nagyon sok pénz kell azért ahhoz, hogy itt táncruhák és táncprodukciók álljanak elő, és maga az egész rendezvény olyan színvonalú legyen, mint amit mi szeretnénk, hogy a hagyományokat folytassuk tovább. Úgyhogy itt is készülünk rá, ez ugye október 17-én következne, nem tudja senki sem, hogy akkor éppen milyen állapotban lesz az ország, vagy éppen Karcag városa, de itt is azt tervezzük, hogy az elvégzett munkát, illetve az elkészült koreográfiákat azt nem szeretnénk kárba veszni, hagyni, és minden megoldás érdekel igazából bennünket, hogy ezt az élményt még ha nézők nélkül is, vagy ha szülők nélkül is, de valamilyen formában, ahogyan csak lehet, meg tudjuk valósítani.